egy szebb érzés, hogy van egy hirdetés, amin ugye van egy szerzőpáros, József Haydn az egyik, és én vagyok a másik. Mert hogy Esterházy Péter profán imát írt József Haydn ritkán játszott vallásos művéhez, a Krisztus hét utolsó szava a Keresztván című darabjához, amelyet a zeneszerző egykor a húsvéti liturgia részeként egy spanyolországi város Cádiz püspökének felkérésére komponált. A mű címe az új szöveggel hét utolsó szó lett. Szerettem volna egy kicsit elemelni a szigorú egyházi közegtől, és olyan irodalmi párhuzamot vonni, egy olyan kitekintést, egy tágabb kontextust, ami egyrészt a zenét is segít valahova tenni, másrészt meg új dimenziókat ad a műnek. Dramaturgiailag nagyon jól megkomponált folyamat, hogy az ember a halállal milyen fázisokban néz szembe. Magyarán az erős szöveget a zene az jól ellensúlyozó, és közben alá is támasztja. A csönd az csönd. A zene a csönd szünete. Ahogy a csöndek elhallgatnak, fölharsannak a zenék. Az író azt mondja, a szakrális témát az emberi, testi-lelki szenvedésen keresztül közelítette meg. Krisztus utolsó óráiban látunk egy embert szenvedni. És ugye ehhez a szenvedéshez van közvetlen hozzáférésünk. Ugye meg is szoktuk kérdezni, hogy miért van ennyi szenvedés a világban, hogyha az Isten olyan végtelen jó. Ugye erre nem is tudunk jó választ adni. De a szenvedéshez, ahhoz van tapasztalatunk, és a kérdésünk pedig az, hogy mi az értelme. Haydnnek talán nem volt erre a kérdésre nehéz válaszolnia. Ahogy Dubóczky Gergely mondja, ez a sok lassú szonátából felépülő darab, amely hallgatóját a befelé fordulásra készteti, és végig kalauzol a mély fájdalom, a megtisztulás, elfogadás és feloldozás stációin, épp oly Isten bizonyosság, mint szimfóniái, amelyek végére mindig odaírta, Laus Deo, azaz dicsőség Istennek. Valami olyan tisztaság sugárzik ebből a szerzőből, ami a Mozartnál teljesen más nézőpontból van meg. Tehát a Mozart nagyon emberi, a Haydnnál van pedig valami olyan fajta szent tisztaság, ami mindenen átsugárzik, még akkor is, hogyha ilyen témáról van szó. Nem tudhatod, azt te nem tudhatod, hogy nem hagyod el. A szöveg a kihallgató tiszt szerepét megformáló Mácsai Pál. Én Istenem, miért hagytál el engemet? És miért távoztál el az én megtartásomtól? És a mondatokat valamifajta különös, olykor hűvös eltartással visszhangzó nőt alakító Kerekes Éva előadásában a legkevésbé sem bizonyosság. Haydn nem bírta volna elképzelni, írja Péter, hogy Isten elhagyja az embert. Mozart el tudta volna képzelni. Beethoven azt nem tudta volna elképzelni, hogy az ember elhagyja az Isten. Wiener Klassiker van egy ilyen szövegrész, ahol ezen elmélkedik ő. Esterházy Péter újra és újra meghallgatta Haydn művét, mi alatt írt. Maga is csodálkozik, mi kerekedett ki abból, hogy ez a 21. századi szöveg hogyan működik együtt a szakrális témára komponált zenével. Nagyon nagy a feszültség, nagyon drámai lett tőle, tehát ez azt jelenti, hogy ez jót tett a dolognak. Amikor főpróbán meghallgattam, akkor azt azért nem gondoltam, hogy ez ilyen éles. Ha ezt tudom, akkor nem biztos, hogy megmerem írni. Az író szövege maga is zene, olyan, amelyben nincs ütemvonal, vagyis központozás. Itt volt a próbán, és akkor azokat, ahol félreértettem, szerencsésen kevés számú ilyen volt a 22 oldal szövegben, talán két pont, de akkor bekiabált, hogy kérdés, értem, mondtam, és berajzoltam a kérdőjelet. Zenei szöveg, zenei, nagyon is. A tördelése, a ritmikája, hát például minden mondat úgy szól, hogy, tehát szavanként futunk neki folyton a lendületnek, és számos olyan mondat van a szövegben, ami így épül fel, hogy én mondom neked, ide figyelj. Tehát, hogy négy sorban van ez mind tördelve, tehát egyfajta töredezettség, itt születettség, keresgélése annak, hogy kéne pontosabban kifejezni magát az embernek. Esterházy Pétert inspirálja a zene. Azt mondja, a zene mindig radikálisabb, mint az irodalom. Hogy mire ösztönzi ez a radikalitás, és mit tanul belőle? Én azt írtam valahol, hogy a Mozart az mondjuk 3 órát tudott volna kibírni ottan Kismartonban vagy Fertődön, a Beethoven meg köszönt volna és azonnal elment volna.
a Haydn pedig 30 évet volt ott. Az, hogy valakinek csináljuk a zenét. Tehát, hogy ő egyszerre tudta ezt ott mindenkinek fogyaszthatóan csinálni, annélkül, hogy egy fikarci kompromisszumot kötött volna. A világszerte elismert festőművész Nádler István sem kötött kompromisszumot, amikor képekbe fogalmazta Haydn zenéjét. A képeken a művész azt a belső fejlődési utat dolgozta fel, amelynek során a hét szó erejét megértve jutunk el oda, hogy vallástól és felekezetektől függetlenül is kapcsolatot tudunk találni az örök, mindenható erővel. A József Haydn muzsikájának, Esterházy Péter szövegének és Nádler István festményeinek egységéből született különleges előadást 2017-ben Budapesten a Kiscelli Múzeum templom terében láthatta először a közönség Dubóczky Gergely karmester vezényletével.